2014 volt a szerbiai íjászat legsikeresebb éve. A tavalyi ljubljanai junior Európa-bajnokságon nyert első alkalommal érmet egy szerbiai versenyző. Az ezüstérmet egy ifjú temerini íjász, Varga Ákos hozta haza. 3 éve üzem ezt a sportot. Először ilyen tradicionális íjjal kezdtem, és aztán ez mind ahogy komolyabb és komolyabb lett, úgy mentünk át a verseny íjászatra. A Szerbiai Íjász Szövetség az infrastruktúra fejlesztése mellett a szakkáder képzésén is dolgozik. Februárban az országba érkezik majd Dong Eun-suk, dél-koreai világhírű edző, aki a legutóbbi olimpián az olasz válogatottal nyert aranyérmet. 10 dana će trenirati prvo trenere, onda takmičari i na kraju ono što je suština ovog sporta, to je budućnost, sve naše talente. Znači 10 dana imamo najuspešnijeg trenera svih vremena u ovom sportu. Az íjászok a hétvégén kaptak ismét bizonyítási lehetőséget, ugyanis Temerinben tartottak országos szintű tornát. A versenynek a helyi Castle Archery íjászklub volt a házigazdája. Körülbelül 25 versenyt tartanak évente Szerbiába. Ez lefedi az egész Szerbia területét. Ezeken a versenyeken zömében ugye a lényeg a pontozás, ami után évente rangsorolják az egyesületeket. A másik része az egész versenyzésnek pedig az, hogy ugye kvalifikációk a nemzetközi versenyre. A temerini versenyen 20 csapat, mintegy 110 íjásza vett részt, a legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig. Ők 3 kategóriában mérték össze ügyességüket.